művészeknek mindig nagyon fontos az, hogy bemutatkozhassanak, hiszen a közönségnek meg, hogy megismerhesse a művészeket. Tehát ugye erre kell egy jó közvetítő, ezek általában a galériák. Most ugye azért Beregszászban nem az a jellemző, hogy komoly galériák lennének, ugye a főiskolának van egy ilyen nagyon lényeges funkciója, egy nemes hivatása, hogy a képzőművészetet folyamatosan kiállítások keretében mutatja be, a kortársaknak teret ad. És hát ugye mi is ezt a missziót vállaljuk, mint a konzulátus itt Beregszászban, és hát szeretnénk minél inkább segíteni a kortársaknak megismerkedni a közönséggel, közönségnek a kortársakkal. Az fontos dolog, mert hát az életnek ezt a művészileg kifejezett transformált oldalát is ugye a mai kor emberének, a 21. század emberének be kell mutatni. Létre kell hozni a lehetőséget, hogy találkozzon vele, és itt mi erre kísérletet teszünk. Ez egy szalonkiállítás, ami azt jelenti ugye, hogy nem egy nagy, több száz kép, vagy egy nagy múzeumi lehetőség. Ez inkább tulajdonképpen egyfajta eszenciának a bemutatása. A művésznek azok a művei, amelyeket ő nyilván a legjobbaknak tart, vagy a legfontosabbaknak. Ugye ezeket szeretnénk itt a közönség számára elérhetővé tenni. Azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, hát remélem, hogy minél többen eljönnek megnézni ezt a kiállítást. Egyébként nem csak a megnyitó lehet jönni kiállítást nézni, hanem hát egy előzetes bejelentkezés alapján mi szívesen fogadjuk a csoportokat, akár iskolás csoportokat, vagy turistákat, és megmutatjuk ezt a kiállítótermet. Szerintem érdemes eljönni és megnézni. Én ezt mondanám, hogy ez a lényege itt a mi kis szalon galériás tevékenységünknek. Hát a továbbiakban reméljük, hogy lesz még nagyobb lehetőségünk, tehát hogy tágabb térben is ki tudunk állítani képzőművészeti műalkotásokat. Próbáljuk tágítani a lehetőségeinket. Persze olyan módon is, hogy összefogva más intézményekkel, főiskolával, egyéb kulturális intézményekkel, akár közigazgatási hivatalokkal, akiknek erre megfelelő tereik vannak, hogy ott is hát szervezzünk ilyen kiállításokat. A továbbiakban minden hónapban szeretnénk legalább egy, de lehet, hogy akár két képzőművészeti kiállítást szervezni itt a konzulátuson. A nagyobb akcióink közül kiemelném a 30 év rendszerváltás 30. évfordulójára megszervezés alatt álló programunkat, a 30 éve szabadon címmel, ami egy pódiumbeszélgetés lesz a főiskola nagytermében, fogjuk ezt közösen a főiskolával közös szervezésben megtartani, ami egyszerre történik tulajdonképpen az egykori résztvevők, tehát a rendszerváltás néhány karizmatikus személyiségének a személyes megjelenésével, pódiumbeszélgetésen való részvételével, illetve hát a művészeti szféra felé is szeretnénk egy dimenziót nyitni. A Magyar Művészeti Akadémiának a csapata, a küldöttsége is részt fog venni ezen az alkalmon, és hát ők is fognak tartani egy bizottsági ülést a terveink szerint, illetve részt vesznek egy kiállításnak a megnyitóján. Ez egy fénykép kiállítás lesz, ami tulajdonképpen a rendszerváltás, illetve azóta eltelt időszak sajtófotóit fogja bemutatni. Szeretnénk a fotóművészetet is azért minél jobban előtérbe helyezni. Emellett vannak elképzeléseink, hogy tehát egy festészeti kiállítás részt is lebonyolítanánk, hát ez még jelenleg szervezés alatt áll. Hát a év végéig szeretnénk azért több ilyen alkalmat is tartani, természetesen zenei téren is ugye vannak koncert terveink. Nagyrészt ugye ez a főiskola, illetve a színház közreműködésével zajlik, illetve színházi előadásba is gondolkodunk, tehát olyan színdarab, amelynek a Beregszászra való vendégszereplését, kihozatalát mi szerveznénk.